alapkőletétel, olvasható ezen a táblán, amit Bóly határában helyeztek el. Kamionmosó és kamionparkoló építése zajlik jelenleg is a város határában, uniós, illetve kormányzati támogatásoknak köszönhetően. A beruházást egy családi vállalkozás indította el, akik saját forrásaik mellett egy több mint 209 millió forintos GINOP támogatási összeget használnak fel. Az ünnepségen a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy az ilyen fejlesztések azok, amik mozgatják a hazai gazdaság kerekeit. Hargitay János hozzátette, hogy a magyar beruházási ráta a COVID utáni időszakban 27%, ami más európai országokhoz képest kiemelkedő. 23-ban, a háború árnyékában a kormány úgy kalkulál, hogy ezt a 27%-os beruházási rátát tartani tudja az ország, sőt, talán 28% lesz. És úgy lesz 28%, vagy marad 27%, mert mind a kettő gyönyörű, hogy az állam a saját direkt beruházásait átmenetileg kénytelen visszafogni költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében. Ezért az elkövetkező időszakban az ilyen és ehhez hasonló fejlesztések nagy szerepet fognak játszani a mutatók javításában, tette hozzá a képviselő. A gazdaság szereplőinek most kell igazán előre tervezniük, most van szükség arra, hogy merjenek bátrak, innovatívak lenni. Ezt már a Baranya megyei önkormányzat elnöke mondta köszöntőjében. Őri László csatlakozva az előtte elhangzottakhoz úgy fogalmazott, a mostani nehéz helyzetben meg kell látni az új lehetőségeket. Az egyik legnagyobb versenyelőnyünk Európában, ha jó tervek, innovatív elképzelések kormányzati támogatással, megyei támogatással tudnak párosulni, akkor ezek a tervek, ezek valósággá tudnak válni, és valóban meg tudjuk szüntetni, vagy le tudjuk kapcsolni Baranyát a leszakadó térségek területeiről. A tervek szerint ez a logisztikai központ szeptemberre már el is készül, de további bővítéseket is terveznek, mint kamionos pihenő kialakítása. Az eseményen elhangzott, hogy a térség fejlődését szolgálja a hamarosan az országhatárig megépülő autópálya szakasz, az új Mohácsi kikötő és a jelenleg tervezés alatt álló Dunahíd is.